Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, ámen. Április 11-e szombat van, a mai napon az Evangélium Márk könyvéből 16. fejezet 9. mondatától 15. mondatáig. Miután húsvét vasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején 7 ördögöt űzött ki. Magdolna elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki. Ezután Jézus más alakban megjelent 2 tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent Jézus a 11 apostolnak, amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt föltámadás után. Aztán így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Kedves testvéreim, érdekes Jézusnak ez a megjelenése. Hangsúlyozottan először Mária Magdolnának, az asszonyoknak jelenik meg Jézus. Ők, akik tényleg nagyon lelkesedtek Jézusért, Mária Magdolna megtapasztalta a gyógyulást is, és a betegsége helyébe Jézus kapja annak szent lelkét. Érdekes, amikor ő maga tanúságot tesz a föltámadottra, elvitte a hírt a tanítványoknak, gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Mindenképp ott van az ő öröme, hite, reménye, és ott van vele szemben a gyász, ami a tanítványokban él. Egymásnak ellene feszülnek. A tanítványok nem hitték el neki. Milyen rosszul eső érzés lehetett Magdolna számára, hogy én itt vagyok, és láttam, tapasztaltam, és lelkesedő mindezt elmondom számotokra, és mégiscsak ott van a másik emberben az a fajta fal választék, ami nem engedi át, hogy eljusson az örömhír. Milyen fájdalmas lehetett számára, és milyen gyötrő, hogy valamit én megtapasztaltam, és lelkesedve beszélek róla, és mégse jut át, nem megy át. Nem hittek neki. És megjelent a 2 tanítványnak. Ezeknek sem hittek. Érdekes az ő hitetlenségük, az ő kemény szívűségük, ahogy Jézus jellemzi. Szemükről vetette. Igen, késedelmes szívűek, és valójában számukra nehezen fölfogható mindez. Jézus pedig beszélt mindenről, látva látták csodáit, és akkor, amikor a konkrét felfedezésről lenne szó, akkor, amikor a konkrét megtapasztalásról van szó, szívük elmélyük, mintha késlekedne a dolgokba. Hitetlenség, kemény szívűségük. Nem akarták elhinni, nem tudták elfogadni. Érdekes, én azt gondolom, hogy az evangéliumnak az egyik fő irányvonala van ez a hitetlenség és kemény szívűség, ami a mai kor emberét is jellemzi, amely nem akar tudni Jézus Krisztusról, amely nem akar igazán Krisztus evangéliumnak fényében élni. Minden más foglalkoztatja, jöhetnek itt tragédiák, nehézségek, akkor sem fordul az Isten felé. Minek kell történni ahhoz, hogy meglágyuljon a szívünk? Én azt gondolom, amikor tényleg ennek a kérdése fölvetődik, tényleg ott a kérdés, hogy hol tapasztal meg a föltámadó találkozást egy beteg gyógyulásába. Nem egyszer megtapasztaltam, hogy az Isten meggyógyít betegeket. Meggyógyít akkor, amikor hittel, remélt szeretettel kéri. A feltámadtal találkozhatok a betegbe, a szenvedőbe. De akkor is, amikor nehezen megy valami, és mintha elindulnának a dolgok a lélek erejében. Több helyet voltam plébánián, és már többször megéltem annak a nehézkedését, hogy nehéz egy közösséget beindítani. Nehéz elindítani. De valahogy idővel, hittel, remélt, szeretettel, ha igazán a lélek erejét kérjük, akkor valahogy formálódnak, és valami elindul. Nem a papnak a műve, inkább a lélek ere. Kétségem közepette, hogy valaki viszi a keresztemet.
mi magunk is megtapasztaljuk saját hitetlenségünket, kemény szívűségünket. Nem mindig olyan egyszerű arra rámondani az igent, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen úgy, ahogy te akarod. És amikor a tanítványokkal találkozik, akkor, amikor a tanítványokat megfedi, igazán emberi mi voltukban, saját gyengeségükben tapasztalják meg, hogy igazán ott a dolgok közepette ott van Jézus. És még így is elfogadja őket, bár ugye megszídja, de valójában elfogadja mégis munkatársául. Menjetek az egész világra, és hirdessétek az emberek minden teremének. Mire hív az Isten, mire tanít? Mindenképp a húsvét öröme ott kell, hogy legyen az ember szívébe, és itt a kérdés tényleg az, hogy mennyiben hatja át az életemet. Mennyiben hagyom, hogy alakítsa az életemet. Az, hogy a Föld támadott, eljön hozzánk. Az, hogy a Föld támadott, önmagával táplál minket. Az, hogy a Föld támadott, az igében szeretetre, az egytest közösségére hív. Az élet elevenségét akarja adni számunkra. Befogadom-e? Nem is annyira az elmémbe, mint inkább a szívembe. Akarok-e annak hitében, remélemben, szeretetében élni? Menjetek az egész világ, és hirdessétek az emberek minden teremének. Az Istennek igazán való szíven ütött emberekre van szükség. Olyanok, akik érintődnek a föltámadás örömébe, akik lelkesedve tudnak mindenről tanúságot tenni. Egész világra, minden népnek. Hangsúlyozottan az egyház hivatása, küldetése, az evangélium örömének meghirdetése. Hát mit is kívánhatnék a Győisten, hogy húsvét nyolcadában valójában föltámadt örömet élek hassát életünket, szívünket. A Győisten, hogy merjünk nem csak elménket, de szívünket is odaadni az Istennek. A Győisten, hogy érintődjünk valahol a történésebe, az eseményekbe. A Győisten, hogy megtapasztaljuk a föltámadt örömét, s róla tanúságot téve másokat is meg tudjunk hívni az egytest közösségbe. Krisztus, ami urunk által. Amen.